Mindannyian átéltük már azt a pillanatot, mikor nekünk szegezték a mi leszel, ha nagy leszel kérdést, melyre minden életszakaszban más és más választ adtunk. Hatással van volt ránk szüleink és barátaink példája. A pályaválasztás egy nehéz és felelősség teljes döntés, mely kihat egész életünkre. Sok mindent kell figyelembe venni, képességek, érdeklődési kör, egészségi állapot. A 2016-ban országosan életre hívott Szakmák Éjszakája programsorozat, melyhez a helyi középiskolánk is csatlakozott, pont azt tűzte ki maga elé, hogy április 15-én este megmutassák a nyolcadikosoknak azt a kevésbé látható világot, ami mellett a legtöbbször elmegyünk, azoknak az embereknek a munkáját, akik nélkül nem lenne teljes az életünk. A rendezvényt Petőné, Pap Margit és Dombi Imrén nyitotta meg. Valójában a meglepetés, az újdonság varázsa hatott ránk a leginkább, hisz Szakmák Éjszakája eddig még az országban nem volt. A Szegedi Szakképzési Centrum kezdeményezésére indult, és ehhez csatlakozott valamennyi szakképzési centrum. Így társult hozzá a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum is, amelyiknek mi a Karacs Ferenc gimnáziuma és szakképző iskolája vagyunk. Külön öröm számunkra, hogy ilyen sokan elfogadták erre a rendezvényre meghívásunkat. A megszólítás elsősorban a gyermekeknek szól. Ki kell derítened, hogy mi az, amit szeretsz. Ez ugyanúgy igaz a munkára, mint a párkapcsolatokra. A munkád tölti ki az életed jelentős részét, ezért ha igazán elégedett akarsz lenni, hinned kell benne, hogy jó munkát végzel. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha szereted, amit csinálsz. Ha még nem találtad meg, keresd tovább. Ne add fel. Mint az a szívügyekkel lenni szokott, itt is tudni fogod, hogy mikor találtad meg az igazit. Írta Steve Jobs. Én hiszem, hogy meg fogjátok találni az igazit, és az is lehet, hogy ezen a mai estén. Miért is tartotta az iskola, a város fontosnak azt, hogy ez a mai nap, ez a mai este megrendezésre kerüljön? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az a tudás, az a szakmai tudás, amelyet meg kell, hogy szerezzetek, hogy a jövőben olyan szakmákat tudjatok elvégezni, amelynek a társadalmunknak is nagyon nagy szüksége van. Jelen pillanatban is vannak olyan speciális szakmák, amelyeket nagyon nehezen tudnak megtanulni a fiatalok, és nap mint nap szembesülünk azzal, hogy jó szakembert nagyon nehéz találni. Én bízom benne, hogy a mai napon tudtok választani ezek közül a szakmák közül, és választatok közüle, és idejöttök majd a mi településünkre, és itt folytatjátok a tanulmányaitokat. Az estén a hangsúly a szakmáké volt, de azért jutott hely és idő szórakozásra is. Az érdeklődőket artista bemutató, Street Fighter Show és koncert is várta. A Szegedi Szakképzési Centrum kidolgozott egy programot, amit valójában az országban működő valamennyi centrum, vagyis 44 centrum átvett. Ehhez csatlakozott a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum is, amihez a mi intézményünk tartozik. És annak örülünk, hogy a csatlakozást követően volt módunk és lehetőségünk a szponzorok támogatásával ezt a mai rendezvényt megalapozni. Egyre nagyobb szükség van arra, hogy a különböző szakmákban legyen utánpótlás. Jönnek, jelentkeznek hozzánk. Vannak olyan szakmák, amelyeket azért választanak szívesebben a diákok, mert úgynevezett támogatott szakmák, de természetesen mi azokat is szeretnénk népszerűsíteni, amelyek jelenleg nem támogatottak, viszont később a munkaerő világában nagy lehetőséget nyújtanak a diákok számára, hogy el tudjanak helyezkedni. Mikor én voltam diák, akkor az autószerelő szakma volt a sláger. Ma van ilyen sláger szakma? Igen.
Az autószerelő az most is sláger szakmának minősül. A gépi forgácsolóra mindig sokan szoktak nálunk jelentkezni, az eladóra, illetve a szociális gondozó és ápolóira is, de hiszek abban, hogy akár az asztalos, akár a szobafestő mázoló, akár a kőműves hidegburkoló szakmákban is meg tudják állni a későbbiekben helyüket tanulóink. Azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, hogy be tudnak mutatkozni azok a szakmák, amelyeket itt Püspökladányban meg tudnak tanulni, illetve el tudnak sajátítani a gyermekek. Azt gondolom, hogy fontos az iskola életében, hiszen nem csak püspökladányi ballagósokat, illetve hetedik osztályosokat várnak a mai estére, hanem várják a Sáréten tanuló hetedik-nyolcadik osztályos fiatalokat is. A tovább tanuló diákok mindenképpen támaszkodnak a pedagógusoknak a segítségére. Itt gondolok arra, hogy aki jó képességű, természetesen azok mennek egyetemre, illetve középiskolába, a hatosztályosba, gimnáziumba, tehát a lehetőség ez is adott a Püspökladányba jövő gyermekeknek. Azt hiszem, hogy fontos az, hogy az önkormányzatunk is támogassa, mint ahogy néhány évvel ezelőtt is nem volt elegendő gyermek, hogy a hatosztályos gimnázium beinduljon. Fölvettük a kapcsolatot az igazgatóval, és elmondtuk városi szinten azokat az érveinket, hogy miért szeretnénk, hogy induljon a tanévben a hatosztályos gimnázium, mert ha második évben nem indult volna, akkor az azt jelenti, hogy egy településen nem indulhat többet hatosztályos képzés. Én azt gondolom, hogy ezeket a feladatokat is megoldottuk néhány évvel ezelőtt, és természetesen aki nem ilyen fajta képességekkel rendelkezik, hanem szakmát szeretne tanulni, ez a mai este, ez a mai szakmák éjszakája lehetőséget ad arra a fiataloknak, hogy választhassanak, megkedveljék a különböző szakmákat, és ez alapján tudjanak döntést hozni. A diákoknak lehetőségük nyílt ezen az estén arra, hogy megismerkedjenek az asztalos, a hidegburkoló, a festőmázoló, szociális gondozó és ápoló, a mezőgazdasági gépjavító szakmákkal. Nagy számban érkeztek végzősök a környék általános iskoláiból, fiúk-lányok vegyesen. Nagy lázban vannak, mármint mondtam, hogy körülbelül 2-3 hete erre készülünk, és izgatottak, várják, milyen lesz a buli, mit fogunk csinálni, mit próbálhatnak ki, milyen technikát, amit az elnök úr hozni fog számunkra. A gyerekek, mikor így beszélgetnek velem, egy picit így órán kívül, mit mondanak, hogy mi az, ami őket a festőszakma felé vitte? Hát a szépérzékük az fejlődik, óriásit fejlődik, és a környezetet, a családi házakat, minden szépé tudunk tenni. Milyen szakmák keltik fel az érdeklődésedet, milyenre vagy kíváncsi? Hát leginkább a festő, meg a lakatos. A lakatos az nem egy kimondott női szakma, mégis mi az, ami megfogott benne? Hát, mert nem női szakma, és hogy a... Nem tudom, de valahogy nagyon megtetszett. Gondolkoztam már, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Igen. Na mi leszel? Asztalos. Szeretnél Eszter gyálni, ha nagy leszel? Poharat. Meg. Még nem tudom.
Az este folyamán nem csak a leendő szakmunkásoknak volt lehetősége arra, hogy újdonságokat próbáljanak ki. Az iskola a rendezvényen tanulói számára is lehetőséget biztosított, hogy különböző technikákkal, anyagokkal ismerkedjenek. Most az eredeti méretből látni fogjuk, hogy nem lehet fogni. Hát az azt jelenti, hogy egy méretartó tapétát. Tapétáknak a 90%-a a régi fajta tapétára. Víz hordozó felületünk, annyi, hogy ezek mosható, felületkezelt felületeket biztosítanak, a legkülönböző dekoratív hát megjelenésben, ugye, tényleg korlátlan lehetőségeket adnak, és ugye ma, amit látok, hogy az előtét falakon pillanatok alatt egy óriási hangulatot lehet, már két csíkkal. Én azt szoktam mondani a diákoknak, hogy amikor vizsgán találkozunk vele, hogy nem mond nekem, hogy otthon a teágyodnál nincs, nem telted meg azt, hogy az ajtó magasságával a teágyod van, vagy egy két méter magassági, az ágyod teljes hosszával egy 5 négyzetméter, hogy egy tekercsen 5 négyzetméter tapéta van, minden tekercsen általában az átlott tapétákon, és azt te megragasztod. A mai gyerekeknek az egész gondolkodás, hát az szinte újra kell értékelnünk ahhoz, hogy meg tudják szeretni a mai szakmákat. A festőszakmában egy kis motivációt, én a magam részéről azért is fogadtam el ezt a meghívást, hogy egy kicsit segítsek a jövő fiataljainak megértetni azt, hogy nem csak egy poros szakmáról van szó, hanem egy színes szakmáról, és ez a színes szakma ma úgy is tekintessük, hogy a hajófenéktől az űrhajóig megtalálható, hiszen ma minden olyan felületképző festőanyagot, amelyet használunk, azok ebben a síkban tudjuk használni. Nagyon örülök neki, hogy a kollégák ilyen nagyon változatos programot, ilyen nagyszerű lehetőséget biztosítanak az általános iskolásoknak, a leendő karacsos tanulóknak, hogy megismerhessék a szakmákat. Arra számítanak a kollégák, hogy a környék általános iskoláiból fognak jönni elsősorban a tanulók, de a karacs iskola esetében azt is el kell mondanunk, hogy mivel itt érettségére épülő szakképzés is van, ezért nem csak az általános iskolás fiatalokat várják ide a mai rendezvényre, hanem azokat a végzős, mondjuk gimnazistákat a környékről, akik az érettségére épülő szakképzésben fognak tovább tanulni. Találtam már olyan szakmát, ami felkeltett az érdeklődésedet? Hát, még úgy, még nem. És mi az, ami érdekel? Építőipar, fém? Hát, inkább a fémipar engem az jobban szokott érdekelni, inkább az a fémipar, igen. A rendezvényen képviseltette magát, és egyben támogatta is a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara, akik a gyerekek szállításával járultak hozzá az est létrejöttéhez. A területi elnököt az általuk nyújtott lehetőségekről kérdeztük. Mi egy ilyen külső hatást szeretnénk most tulajdonképpen, hogy lássa itt majdnem azt mondtam, hogy a természetben, de az élő valóságában az, hogy hogyan gyártunk esetleg kis asztalt, vagy hogyan gyártanak, vagy hogyan működik a faipari gép, hogyan működik a traktor, hogyan működik hogy lehet festeni, vagy kőműves, hogy rak falat, tehát ezek mind a szakmának különböző irányai, illetve különböző szakmákba tudnak betekintést nyerni a gyermekeink. Mi
milyen terveid vannak, hogyha elvégezted ezt az iskolát? Hát elsőnek most az érettség utána meg visszajön ide egy szakmára. Milyen szakmát tanulnál megint, hogyha visszajönnél? Esztergályos vagy CNC, Esztergályost. És utána hogy látod, milyen lehetőséged van a munkaerőpiacon, hogy ezeket a szakmákat megszerzed? Hát ezeket keresik mind Magyarországon, mind külföldön is. Kiknek ajánlod? Milyen a kereseti lehetőség ezeken? Hamar el lehet-e helyezkedni? Kiknek ajánlanád? Hát azoknak, akik elsősorban a fémipari szakmát szeretik, meg akik szeretnek keresni, ezeket keresik, mondom, mindenhol. A szakmák éjszakájára Bodó Sándor országgyűlési képviselő is ellátogatott. Képviselő urat a szakmunkás képzés mai helyzetéről és a végzős diákok munkaerőpiaci esélyéről kérdeztük. Már generációk maradtak ki a jó szakmunkások sorából, és hát majdnem azt mondhatjuk, hogy tényleg a 24. órában vagyunk. Sokkal nagyobb megbecsülést kell adni ezeknek a szakmáknak, van is erre persze törekvés, de hát azért nem lehet büntetlenül az elmúlt éveket bepótolni. Nagyon sokan, és van ebben egyébként valami logika és ráció, azt gondolták, hogy hát minimum az érettség, aztán majd főiskola, egyetem, és hát a jó szakmák, a jó szakmunkások pedig ott maradtak árván, pontosabban a szakmák maradtak árván, a szakmunkások eltűntek, és tényleg így, hogy ha ma már egy megbízható szakember keres az ember, hát szinte majdnem olyan szinten van, mint hogyha egy valami vezető főorvost vagy gyógyászati szakembert, vagy valami egészen különleges szakmát találnánk. Ma már egy jó gázszerelőért, burkolóért, ugye, ahogy szokták mondani, egymástól kunyorgunk, hogy nincs valami jó ismerős, a tudsz valakit, aki igazán jó. Tehát tényleg eljutott arra a szintre, hogy a mindennapi életünkben már hiányként éljük ezt meg. Persze, ahogy mondtam, ezt nem lehet egyik napról a másikra, tehát ezektől a gyerekektől, akik itt ma meg elsajátítják a szakmát, valamit tanulnak. Nem lehet azt várni, hogy holnap már önállóan is mindent tudni fognak, de minden esetre ezen az úton el kell indítani őket. Sokkal nagyobb megbecsülés kell, és ehhez kell egyébként a szülői ház is, a társadalom is, hogy érezzék azt egyébként, az nem megalázó, hogyha valaki csak szakmunkás. Ebben egyébként sokkal több van. Valamikor a mesteremberek egyébként a települések életében egészen magas nívón voltak, elismertek voltak, véleményformálók voltak, olyan feladatokat vállaltak föl a munkájuk mellett, plusz feladatokat, amelyek abban az időszakban nélkülözhetetlenek voltak, és most pedig ennek mindnek a hiányát éljük meg. Tehát sokkal nagyobb odafigyelést igényel. Hát ennek persze azért nyilván anyagi háttere is van, mondom, a társadalmi megbecsülés is fontos ehhez. Fontos megtalálni azokat a jó szakmákat, amelyekre ugye van mindig piacképes kereslet. Összetett a dolog, de hát ezen vagyunk, hogy mindig jobb és jobb legyen. Aki kilátogatott a rendezvényre, tapasztalhatta, hogy a szervezők rengeteg energiát fordítottak arra, hogy a közönséget ne csak informálják, hanem szórakoztassák is. Volt lehetőség éjszakai traktorvezetésre, bepillantást nyerhettünk az asztalosok, kőművesek, festők, gépjavítók világába. Az a pályaválasztás előtt álló tanuló, aki ellátogatott ide, már kicsit könnyebben tud dönteni arról, hogy melyik szakma lesz számára érdekes, hisz lehetősége nyílt megtekinteni többnek is a működését. Módjában átbeszélni tanulókkal és tanárokkal is. A rendezvény üzenete a döntés fontosságának hangsúlyozása volt, mert ahogy az örök bölcsesség tartja, ha olyan szakmát választunk, amit szeretünk csinálni, akkor a munkát nem kötelességként éljük meg, hanem életünk kiteljesedésének.